Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános pályázatot írt ki a Budapesti Építészkamara szakmai lebonyolításában a Budapest Építészeti Nívódíja 2023 elnyerésére. A díj olyan igényesen, magas színvonalon megtervezett és létrejött új vagy megújított épület, építmény, közterület, belső tér tervezője részére adományozható, amely javítja a főváros építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését, illetve elősegíti az építészeti és környezeti kultúra fejlődését, formálja a városképet, mindezek által pedig ösztönzi a további magas színvonalú, innovatív beruházásokat. Az idei pályázatra 23 érvényes pályamű érkezett. H151 társasház. Lipótmező heterogén építészeti környezetében ma is a zöld dominál. Jól illeszkedik ide a kívülbelül részletesen átgondolt, letisztult, mégis karakteres épület, amely friss, skandináv szellőként hat a hűvösvölgyi környezetben, egyaránt példát mutatva a tervezők, a kivitelezők és a megrendelők felé. Közösségi liget. A főváros második kerületi önkormányzata ezzel a tervével sikeresen pályázott a Térköz című városrehabilitációs pályázaton közterület komplex megújítása témában. A Mária Remetei út, Szabadság utca, Kadarka utca, Achim András utca által határolt tömbön belül valósult meg ez a zöld területfejlesztés. Ötlakásos ház. Az épület magán hordozza az időtlenség vágyát, korszerűségét nem letagadva próbál illeszkedni a több mint 100 éves szomszédok környezetébe. Minőségi anyagokból készült, megformálása nyugodt. Mindezt a példás és minden részletre kiterjedő, megbízói, tervezői, kivitelezői munkakapcsolat tette lehetővé. Labdaverő 11 társasház. Újpesten a labdás utcák a város szöveten belül külön világot képeznek. A házak gerince szinte mind párhuzamos az utca vonalára egy merőleges udvari szárnyal. A társasház beépítése illeszkedik a helyszínhez. Tömegformálásában és anyaghasználatában azonban a mai építészet eszközeivel kapcsolódik a környezetéhez. Arany János utca megújítása. Létrejött az ország első klímatudatos utcája, egy gyalogos barátsziget a belváros szívében. A közmű kiváltásoknak és a megszűnt parkolóhelyeknek köszönhetően közel 100 új fa és egyéb növények, kerékpártárolók, víztakarékos öntözőrendszer, esővízgyűjtő ciszterna és talajvizet hasznosító fúrt kút valósult meg. Bástya utcai közpark. Egy nívós közkert született, amely sok funkciója mellett a történeti városfal legépebben maradt szakaszát is bemutatja. A belvárosban minden talpalatnyi hely számít, amely zöld felületté tud válni. A zöld oázis érezhetően tudja klimatizálni a környező területeket. Mindehhez példás fenntartás is társul. A Hableány áldozatainak emlékhelye. A Hableány hajóbaleset 27 áldozatának spontán emlékhelyét alakították át egy neves koreai építésszel az emlékükhöz méltó emlékművé. A Margit híd lábánál kialakított, kis háromszög alakú tér közepén ültetett, Koreában őshonos ginkó biloba fa az újjászületés csendes szimbóluma. A 47 műemlék lakóépület felújítása. Az országos egyedi védettség alatt álló eklektikus lakóépületben a műemléki épületrészek restaurálása után exkluzív otthonokat alakítottak ki. Új tetőtéri beépítés is készült, ahol a penthouse ingatlanok tetőteraszaival a polgári és modern építészet kellemes ötvözetét, az élhető belváros érzetét nyújtják. Drexler palota. A francia reneszánsz jegyeit magánviselő egykori bérpalota, majd balettintézet, Lechner Ödön alkotása.
A szállodává alakítás több helyen is nagyobb beavatkozással járt, ám az eredeti sziluett nem sérült, csak kisebb kortárs építészeti gesztusok láthatók. Bár az épület szállodaként született újjá, nem zárkózik el a járókelők elől. Current Palace – rekonstrukció és tetőtérbeépítés. Az Andrássy úti műemléki védettségű neoreneszánsz palota akkor lett igazán ismert, amikor 2014-ben alig negyed óra alatt égett le a felső két szintje. A megsemmisült szinteken luxus lakásokat alakítottak ki, és az egész épület kiváló minőségű anyagokkal lett felújítva, hogy a szellemiségét megőrizzék. A Walter Rózsi villa megújulása. Vannak házak, amelyek még lepusztult állapotukban is szerethetők. Ez nem ilyen volt. Kutatómunka előzte meg a tervezést, hogy kiderüljenek az 1937-ben Fischer József tervezte épület értékei. A modernizmus legfontosabb gondolatai mind megtalálhatók voltak, tehát a tervezés iránya tisztelet Fischer Józsefnek. Corvin Innovation Campus. A 8 emeletes irodaház egy kétütemű beépítés első részeként valósult meg. A Well és BREEAM zöld minősítésű épület a Corvin sétány milliójét terjeszti ki azzal, hogy a korábbi szűkös utcafrontok helyén tereket, árkádokat képez. Az alapfunkciók kiszolgálása mellett a környezet sokféleségére a tömeg tagolásával reagál. Ezt Grand Hotel Savoy Budapest. Az épület eredetileg lakóháznak épült, később volt szálloda, majd a MÁV kollégiuma is, de több évtizedig üresen állt. A felújítás, a részleges újjáépítés és a bővítés után a kedvezőtlen adottságok ellenére is a rekonstruált eredeti homlokzatok mögött észrevétlenül egy korszerű, új épület húzódik meg. Grand Corvin Társasház. Józsefváros, Corvin mozi mögötti része úgy átalakult az elmúlt évtizedben, hogy rá sem ismerni. A sétány záró beruházásában olyan épületet alkottak, amely összhangra törekszik az új környezettel, barátságos a megtartott szomszédokkal, és felidézi a korábbi beépítés sokszínű karakterét, játékos összefüggéseit. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar új épülete. Az épület országos, nyílt, titkos építészeti tervpályázat első díjas tervként való megvalósulásának folyamata példaértékű. A tervezők olyan tiszta, erős építészeti koncepciót hoztak létre, amely szinte változtatás nélkül épülhetett fel. Mindezt kiegészíti a példamutató megbízói magatartás. Rádai ház. Az épület 1912 óta a Duna melléki református egyházkerület székháza. Konferencia központ, a püspöki hivatal, egyetemi kar, diákotthon, könyvtár és múzeum működik benne. 2019-ben az épületben tűz ütött ki, ezért szükségessé vált az épület együttes felújítása, átalakítása, valamint új kollégiumi szárny építése. Luther otthon, evangélikus diák otthon. Az új épület a Lágymányosi Ökumenikus Központ területén a meglévő épülethez kapcsolódva létesült, és a mögötte lévő irodaházak méreteihez kíván átmenetet alkotni. Az alápincézett, négy emeletes épület 120 fő számára biztosít fürdőszobával felszerelt kétágyas szobákat, közösségi helyiségeket és fedett teraszokat. Sasadi villa. Villák építésénél különösen fontos a megrendelő személye. Itt az építészeti minőség és a visszafogott egyensúly találkozik a megrendelői szándékkal. Az épület igazodik a környék léptékéhez, nincsenek benne túlzások. A terek méretei, a tájolás, a minőségi anyagok és a részletek átgondoltak. Trendó 11 társasház. Az épület formáját a Dél-Budai Telek alakítja. A környezet beépítése és az ideális lakókörnyezet iránti elköteleződés határozta meg. Tömege felveszi a különbségeket.
A tetőt lépcsőzetesen alakították ki, hogy ott teraszok és zöld tetők között barátságos oldalfolyosós elrendezés és tágas zöld belső udvar lehessen. Kútvölgyi Kórház homlokzati korszerűsítése. Az 1943-ban Csánk Elemér és Sávoly Pál tervei alapján elkészült Kútvölgyi Kórháztorony a modern magyar építészet különleges alkotása, műemléki védelem alatt áll. 2015-ben homlokzati felújítás indult, de a munka félbe maradt. A homlokzat rekonstrukció végül 2022-ben fejeződött be. Metrodom Teve Irodaház átalakítása. A 13. kerület egyik legizgalmasabb, klasszikus barnamezős területén újra gondolt épület. A gondos tervezésnek köszönhetően a korábban alul hasznosított, leromlott állapotú gyár különleges, modern és energiatakarékos irodaházzá alakult át. Mindenben magas műszaki és minőségi szintet képvisel. OTP M12 Irodaház. A 6 udvar köré szervezett, 8 szinten kialakított épület 3000 dolgozónak biztosít barátságos és jól áttekinthető környezetet. Az udvarok közötti változatos térkapcsolatok az épület meghatározó elemei. A külső és belső terekben a növényzet teremt barátságos természetközeli hangulatot. Az M3-as metró középső és déli állomásainak felújítása. Az ország legforgalmasabb kötött pályás közlekedési járata felújításának legnagyobb kihívása a korszerű műszaki megoldások és a költséghatékonyság voltak. A metróvonal egységét elsősorban az eredeti építészetre visszautaló anyaghasználat és az egységes elemkészlet erősíti. Az eredmény magát a közösségi közlekedést is vonzóbbá teszi. Budapest fejlődését tudatos döntések és azok szándékolt és szándékolatlan következményei alakítják. Olykor azonban helyes megállni és körültekinteni, elgondolkodni azon, hogy a lehetséges irányok közül melyeket találjuk üdvösnek. Épített környezetünk vonatkozásában erre kínál lehetőséget Budapest építészeti nívódíja. Köszönet és elismerés az alkotóknak!